Sziasztok! A hétvégén ugye megint MotoGP nagy díjunk volt, és hát Franco Morbidelli megszerezte pályafutása első pole pozícióját, úgyhogy ebben a pole próbában ezt a kört próbáljuk megdönteni a Petronas Yamahával. Úgy döntöttem, hogy a sorozatnak azt a részét, ahol kvázi elszpoilerezem a futamot, azt úgy kiveszem belőle, hiszen hogyha esetleg valaki még nem látta, és úgy nézi meg a videót, annak totál elrontom az egészet. Úgyhogy, ha ilyen vagy, mindenképpen nézd meg a versenyt, mert nagyon-nagyon király volt, főleg az utolsó néhány kör, és eddig menjünk végig, próbáljuk meg megdönteni ezt az 1.38.798-at. Egyelőre 39.279 a legjobban, így a hármas kanyarra fordulva. Itt lesz jobbra ez a Liquimoli tábla, innentől már gyakorlatilag padon lehet gyorsítani, és tök érdekes megfigyelni, hogy mennyire megfőzöm a hátsó gumikat egy kör alatt. Nagyon durván. Valószínűleg kicsit sokat csúsztatom meg, ahogy a kigyorsításokon próbálok játszani a gázzal, úgyis néha túllövöm. Látjátok, hogy kicsit imbolyog nekem a hátulja, az azt jelenti, hogy túl nagy gázt húzok. Próbálom even tartani, itt ebben a kanyarban ez sikerült talán a legjobban az összes próbálkozásom közül, jó sokáig el voltam. A Petronas Yamahával nem könnyű ezt megcsinálni. Érkezünk a középső szektorhoz. Ez a kanyar, ez hát autóval, Forma 1-es autóval majdhogy nem padlós, hát MotoGP járgánnyal nagyon nem az, de szépen megvan ez is, és ez egy nagyon trükkös féktáv. Itt piszok nehéz megállni, néhány előzés azért volt ugye itt a versenyen, Rinsnek volt ez a nagy vadász területe, itt ment el Miller és Morbidelli mellett is. Hát Mir is itt ment el Miller mellett, de csak azért, mert az előbbi hibázott. Igazából a spanyol pályán még motorokkal is gyakorlatilag csak a célegyenes vége marad, meg hát a kvázi a második DRS zóna vége. Na, érkezünk az utolsó kanyarhoz, és az a kérdés, hogy az idő az vajon meg lesz-e. Borzasztó nehéz volt, és nem tudom, 39-2 eddig a legjobb. Hú, de összeraktuk, 38-5-76. Általában nem adom föl, amíg nem sikerülnek a dolgok, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb bejutunk egy olyan pályáig, egy olyan időig, amit semmi esélyem nem lesz megdönteni, de egyelőre sikerült. Ennyi lett volna mára, hogy ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp nyomass rá egy lájkot, és ha nem látod a futamot, akkor nézd meg, nagyon-nagyon érdemes, és az egész idei évet egyszerűen csak ajánlani tudom. Iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a Grandi Felnek a másik csatornájára is. Legyetek jók, sziasztok!